Igen. De még lehet, hogy thank you.
30 éves évfordulónkon hadd emeljen ki kedves díszvendégeinket, Leidinger István polgármester úr, alpolgármester és kedves feleségét, Kilisztán kereszt polgármester és kedves feleségét, Beller Márton urat. A 9-es sor kedves kollégáknak az elmúlt 30 évben nagyon sokat segítettek, őket is hadd említsem meg, Janka László tanár úr, intézményvezetőnk Pollányi Takács Judit, Misron kívül, hadd mondjam el, hogy lehetne még karmester. Mert ez egy nagyon szép, nagyon romantikus történet, egyszer talán meg is fogják filmesíteni, hogy nagy divat ezek a történelmi filmek. De és az történt, hogy én 28 évvel ezelőtt, amikor idejöttem, akkor az előző részfors tanár, Jáhor László tanár úr elköltözött Pomázról, és úgy történt a kiválasztás tudományosan, hogy odajött hozzá Amerika, és azt mondta, hogy te vagy az egyetlen férfi tanár a tanszakon, a húhos tanszakon, és te leszel a karmester, tehát nem volt egy fordulós választás. Ilyen szerintem a bécsi filharmonikusoknál biztosan nincs, tehát így kezdődött az én pályafutásom 28 évvel ezelőtt, azóta sok minden történt, és felnőttünk, 30 évesek lettünk. A mai alkalomból készítettünk egy ünnepi kiadványt, egy 4 albumos, mindegy diploma úgy néz ki, és ebbe a 4 legnépszerűbb koncertünknek, illetve felvételünknek van a CD kiadvány, ez így néz ki, egy gyönyörű, és alá is van írva. Igazából 10 kiadványunk van, de ezek a legkedvesebbek, és hát a CD-t az ember nem mindig tudja már meghallgatni, nincs otthon, de ezt így föl lehet rakni a falra, meg a fél, tehát ez egyedi, és ki tudja még, hogy lesz ebből valami. Nagyon limitált szériában van, de azért pár darabot, tehát 15 darabot, 20 darabot majd kapitalista módon eladásra is fogunk kínálni. A többit azt megtartjuk magunknak, illetve nem ezt a célt szolgálja. Aki ezt tervezte, ez a házi dizájnerünk és plakáttervezőnk, úgy hívják, hogy Petrovics Ádám, neki szeretném az előtt. Sajnos annyit nem tudtunk nyomtatni, hogy mindenki megérdemelné. Van, aki 8 éve rettentő sokat dolgozik, 5 éve, 20 éve nagyon sokan vannak, 15 éve. De van 3 olyan tag, aki miatt én még itt vagyok, mert megfogadtam magamban, mert japánoknál nem lehet idősebb a tanár 20 évvel a gyerekeknél. De 3-an az Istennek se akarnak elmenni. Még itt kell, hogy legyek, mert ha amíg itt vannak, akkor még benne vagyok ebbe a korban. Hát a rangidősünk, aki az első próbán is itt van, biztos nagyon sokan tudják, 30 éve, Andrész Balázs, neki szeretném. Kilenc éve ül a doboknál Földi Péter. És 27 éve Radics Péter a iskolák intézményvezetőnek szeretném a következőt átadni, Pollányi Takács Judit, aki az alapítvány elnökeként nagyon sokat segít a zenekarnak. Kérem Judit, kérem, ha kiköszönjük!
Köszönjük szépen, Judit, a segítséget! Kulin Krisztit a tanárnőnek, aki 30 éve van a zenekar mellett, ő most éppen mint konferencié, Kriszt neki szeretnék. Évek óta hívja a zenekart és segíti a munkánkat. Köszönjük szépen! Hát majd mi magunkat is megfogjuk, meg a kedves kollégát, aki a zenekarból ül, meg a kedves kollégákat is, de ez egy másik műsor lesz. Legvégére Leidinger is, tehát Komász polgármesterét szeretném megkérni, hogy jöjjön ki. Szeretném megkérni, hogy akkor nyissa meg a rendezvényt, akkor átadnám neki a helyet, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. Éves zenekar. Nem tudom, hogy ki lehetett az, aki Komázon elvetette a zene szeretetének a magját, de azt tudjuk, hogy nagyon sok kiváló muzsikus már kezdetekben is szárba szökken. Úgyis Tihamér, Németoszi, Blaton Antal, aki megalakított az első katonás zenekart, és természetesen emlékezzünk Ásztai Katiról, és mondhatom, hogy Ásztai Katiról és csapatáról, aki létrehozta a zeneiskolát, és a zeneiskolából szárba szökkent ez a kiváló zenekar, aki azt hiszem, hogy mondhatjuk nyugodtan, hogy büszkeségünk, mert viszi a hírünket az országban mindenfele, és a világban mindenfele. Leágazásként egy tűzoltó zenekart is megalkottunk, és nagyon sok kedves kollégát látok, aki annak idején még a tűzoltó zenekarba is fújta, akkor még fiatalabbak voltak, vagy 30 évvel, milyen jó volt, és még mindig fújják. És szerintem létrehozni valamit, az egy dolog. Az egy nagyon szép dolog, nagyon nemes dolog. De viszont 30 éven keresztül fönntartani, és 30 éven keresztül működtetni, és mindig élményt nyújtani, és ez az élmény, hogy összekösse és összetartsa azokat a közösségeket a zenekaron belül, a közönséggel. Szerintem ez a fantasztikus dolog. Úgyhogy köszöntöm még egyszer a 30 éves zenekart, a tanári kart, a felkészítőket, és természetesen a közönséget. És a tavaszi fesztivált megnyitom, és jó szórakozást kívánok! Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma március 17-e van, és 30 év és egy hónap az, amikor ezelőtt megalakult a Komázi Ifjúsági Fúvós Zenekar, pontosan a Mátyás Király utcai általános iskola második emeletének 42-es termében. Szinte kizárólag elsős gyerekek játszottak ebben a zenekarban, hiszen 92-ben alakult meg a zeneiskola, úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen fantasztikus hangszertudással rendelkeztek ezek a gyerekek, mert hogyha valaki már nagyon régen követ minket, akkor volt elsős meghallgatáson, ahol a Süspelnap és a Zsibzsuk kb. Az a standard számuk, és egy ilyen tudású csapattal pár hónap múlva megalakult ez a zenekar, úgyhogy ez egy fantasztikus korszak volt az életünkben, én ahogy visszaemlékezem, ez egy ilyen, tényleg nagyon-nagyon szerettük csinálni, és abszolút közös értékeket hoztunk létre, hiszen mondjuk az ütő hangszeresek mellett ott volt Erika néni, aki biztosította a kezét fogva a kicsi fiúnak, hogy az egy, az pont, az egy helyen legyen, tehát az egy legyen. Azon kívül nekem is vannak ilyen emlékeim, hogy jöttek be a fúvolás gyerekek az órára, hogy hát ma ez hangot kéne lejátszanunk, hogy tessék már nekem megmutatni, mert hát ugye GA-HCD körülbelül itt tartott mindenki, és hirtelen B-durba kellett valamit elég gyorsan indulóként játszani. Tehát rengeteg kaland és nagyon szép emlék marad ebből az időszakból.
És hát bizony a hangszerpark és az állványok is nagyon kezdetlegesek voltak, viszont ebből is maradt egy nagyon szép emlékünk. Szatmári Zsiga bácsi csinálta nekünk az állványokat fából készítve, gyönyörű munkákkal, talán még megmaradt egy pár belőle. És hogyha ehhez képest nézzük azt, hogy most hol tartunk, hogy mit látnak önök a színpadon, a hátam mögött vagy mellettem, akkor el lehet képzelni azt, hogy milyen fantasztikus fejlődés történt ez alatt az idő alatt, és hogy szakmailag is meg legyen támogatva ez a jó hír. A Magyar Alapfokú Művészetpedagógia Értéktár gyűjteményébe 2018-ban bekerült az Ifjúsági Fogolyzenekarnak a munkássága elismerésként. A mai koncerten szeretnénk felsorolni önöknek azokat a fontos állomásokat és műveket, amik megalapozták ezt a 30 év sikerét. Az első nagyon nagy csak része ennek a munkának a komoly zenei rész, ami azért fontos, mert az együttes egyedülálló módon a komoly zenei repertoáriát nem valamiféle zanzásított módon popposítva adja elő, hanem igazi, hagyományos felállásban, és így szólalhattak meg Vivaldi, Marcello, Telemann, Handel, Bach művei mellett Mozart, Stravinsky, Mussorgszky és Hacsatúrtár darabjai. Szeretnék felsorolni a legnagyobb koncertekből, amik igazán szintén a legszebb emlékeink között tartjuk nyilván. Az Esztergomi Bazilika volt az első, ahová aztán 2011-ben visszatért a csapat 2009 után. A Pécsi Dóm, a Budapesti Szent László templom, Budapesti Szent István Bazilika két alkalommal is, a Budapesti Szent Erzsébet templom, a Lipcsei Bach Fesztiválon kétszer is szerepelt az együttes, és ott örökös meghívott az együttes. A Váci Dómban, majd pedig, ami egy nagyon szép emlék megint a zenekarnak, hogy Rómában, a Pantheonban is előadhatták ezeket a műveket.